A munkahelyi körülmények nálunk is átalakultak. A riporter és a beszélgető partner csak képernyőn látja egymást, viszont az emberi szavak ereje így sem veszik el. A járvány idején a házi állatok sorsáról is gondoskodnunk kell, ha váratlanul karanténba vagy esetleg kórházba kerülnénk. A Kőbányai Állatvédelmi Járőrszolgálat vezetőjét, Csikós Róbertet kerestem fel, mivel ő és kollégái felkészültek az ilyen esetekre is. Szia, Róbert! Sziasztok! Az, amit az előbb említettem eset, hogyha valaki kórházba, karanténba kerül, akkor mit kell tennie, hogyha az állata egyedül maradna? Ha a hatósági intézkedés folyamán valaki a karanténba bekerül, akkor ugye az önkormányzatot kéne első körben értesíteni, és az önkormányzat értesít minket, és hatósággal együtt megyünk ki az állatért, visszük be hozzánk a Bebek utcai telepeire, és ott addig ellátásra lesz az állatnak, ugye, amíg a kedves tulajdonos ki nem jön a kórházból. Ez most egy újszerű dolog, erre nem van fölkészülve egyébként sehol senki. Náluk is még vannak azért kapkodások, most az önkormányzat által biztosított plusz költséget beletszerezve egy pár darab kutyakennel, hogy könnyebben tudjuk tartani azokat az állatokat, hogyha esetleg megszaporodnak számuk, akit ez alatt az időszak alatt el kell helyeznünk. Ez nálatok milyen változásokkal járt, hogy helyet is kellett felszabadítani, emberek is kellettek többen, vagy ezt hogy kell elképzelni? Nem, az ember létszámot azt megpróbáljuk azért minimalizálni, tehát inkább több csapat fog felvágva működni, hogyha nagy Isten valami olyan bekerülne abba a helyiségbe, ahol az állatok vannak tartva, akkor ne rögtön az egész brigád legyen megfertőzve, hanem szépen apránként felosztva a csapatot, és a forrásokat ugye, hogy kitartsunk a karantén végéig, mert hogyha lerobbanunk, akkor nem lesz, aki az állatokat ellátsa. És a munkavégzésben még milyen változások vannak nálatok? A szájmaszk, kesztyű, beosztás változások, mi lépett be? Igazából túl sok minden nem, tehát ezeket az alapvető dolgokat mi amúgy is tartottuk, tehát a gumikesztyű folyamatosan volt a kocsiba, szájmaszkot azt beszereztünk nyilván, de fertőtlenítőszereket ugyanúgy használjuk, ahogy eddig, tehát most ez, hogy most Magyarországon fölépett ez a koronavírus, minket nagyon nem befolyásolt. Tehát ugyanazokkal az eszközökkel, ugyanazokkal a dolgokkal dolgozunk továbbra is, annyi kicsit gyorsabban fogy ugye a fertőtlenítő, gyorsabban fogy a gumikesztyű, gyorsabban fogy tulajdonképpen minden. Sokszor merül fel a kérdés, és sokat olvasni erről az interneten, hogy az állatokra most ez veszélyese, vagy sem, terjesztik-e jobban, hogy ezzel kapcsolatban? Jó, tehát az állatokban egyébként a koronavírus, mint olyan, a 60-as évek óta jelen van. Ezt az orvosok egyébként egész szépen tudják kezelni. Most, ami történt, az annyi volt, hogy valahol Kínában valamilyen ismeretlen eredetű állatot, valamelyik jó képességű megevett. Ebből lett egy mutálódó vírus, ami most az embereket is fertőzi. Igazából ránk maga a házi állat veszélyt nem jelent. Tehát az állatban élő koronavírus ránk emberekre veszélytelen. Viszont amit nem szabad elfelejteni, hogyha van egy fertőzött ember, aki köhög, prüszkölt, stb. Ugye testmed távozik az emberből. Ráköhög, ráprüszköl az állatra, az az állat szőrén hordozhatja a fertőzést. Ez nem azt jelenti, hogy az az állat most akkor agyon kell lőni, el kell égetni, krematóriumba zárni, stb., mert már vannak ilyen elmeháborodott feltételezések is, hogy ahogy a kutyákat akkor most le kell lőni, nem kell leölni. Egy egészséges hürdetés után bármelyik állat ugyanúgy élheti tovább az életét, mint ahogy eddig. Ez a koronavírus jelen pillanatban, ami most az országos súly, ez kimondottan emberről emberre terjed, és az állatoknak semmi köze nincs hozzá az ég egyet a világon. Akkor nem kell félnie senkinek a saját állatától, mert már ilyeneket is olvastam. Jelen pillanatban még nem. És amikor beszéltük a mostani beszélgetésünknek az időpontját, akkor mondtad, hogy remélhet, hogy tudod tartani, mert hogy nálatok nem tudni, hogy milyen helyzet áll elő. Hogy ezt nálatok hogy kell elképzelni? Hogy néz ki egy munkanapotok? Hát nekünk nincsenek munkanapjaink, nekünk van egy életünk, ami tulajdonképpen magába foglalja ezt az egészet. Ennek most már 10 éve, hogy ez így megy. Bármikor szinte katasztrófavédelem, rendőrség, mentőszolgált, bárki, most is fogcsörök a telefon, egy fél a türelmet hagyj kérjek, amíg kiadom. Jó, persze. Jó, tehát van egy ilyen nagyon szép csörgéssel ellátott kis Nokia nyomógombos telefonunk,
ami az év 365 napján 0-24-be be van kapcsolva, de ezt a telefonszámot tudja tulajdonképpen mindenki. Ezen keresztül minket el lehet érni, ugye amikor rendőrség, mentőszolgált, katasztrófa védelemnek, önkormányzatoknak kell olyan segítség, akkor mi ugraszthatók vagyunk, tényleg éjjel-nappal, bármikor. Tehát nekünk effektív munkaidő nincs, ez a 8 órás, bemegyek a hivatalba, meg 10 óra izok, uzsonnázok, hazamegyek. Ha nem nálunk van, úgyhogy éjjel 3-kor van ébresztő, és akkor indulás. Én úgy látom, hogy Kőbányán a tudatos állattartással eléggé foglalkozik a kerület, az önkormányzat. Nagyon sok rendezvény van, állatos rendezvény, felhívások, hogy mindenki úgy válasszon és vállaljon állatot, hogy annak minden kötelességével, tudatában. De maga ez a tudatos állattartás, ez a kifejezés, ez mit takar? Ez mindenkinek más fog takarni, tehát nagyon sokfélik vagyunk mi emberek, így nagyon sok felfogás is van sajnos. Nem mindenkinek ugyanazt jelenti a tudatos állattartás, mint mondjuk neked vagy nekem. Ugye én mint egy ember, aki ezzel foglalkozok nap, mint nap, én tudom magamról, hogy nekem nincs időm, csak egy dagad fifikére, aki itthon van velünk a lakásba, és a dagad fifikét azt elég nekem kétszer megsétáltatni naponta, mert éppenséggel ő neki pont ennyi az igénye, 11 néhány éves, fogai már nem nagyon vannak, kis Don Diego, inkább borul, mint megy, de el van, mint a befőtt, nagyon szeretem, ő is minket, és ennyi. Én úgy gondolom, hogy ezen az egy kis kutyán kívül nekem másra nincs normálisan időm, se idegrendszerem, se energiám, ezért én más állatot ugye nem tartok itthon. Az embereknek nagyon-nagyon sok, a határokat nem ismerő problémái vannak, tehát az, amikor túlvállalják magukat az emberek, több állatot tartanak úgy lakásban, ami már nem egészséges, hogy mit tudom, 5-6-10 kutyát esetleg, ott azért már vannak bajok. Kőbányán volt egy hölgy, 107 macskát hoztunk el tőle tavaly júliusban. És mekkora lakásban tartotta? Vagy ez hogy kellett? Igen, egy 50 négyzetméteres lakásban. Tehát ezeknek az embereknek van valami pszichikai betegségük. Tehát biztos, hogy van valami probléma a toronyban. Föl kell lépni ellenük, sajnos néha szigorúan. És nagyon sokszor elhangzik az általam olyan sokszor elmondott mondat is, hogy a pokolba vezető út a jó szándékkal van kikövezve. Mert esetünkben egyébként az a hölgy is állatvédőknek próbált meg azzal segíteni, hogy a különböző területekről összefogdosott macskákat teljes ellenőrizetlenség meg orvosi kezelés nélkül összeillesztett egy lakásba, és itt a 107 macska ugye először kezdődött 5-tel, 10-tel, 15, 20, 50, 100, és szépen így fölfokozódott, és a vírust is átadták egymásnak, tehát a fertőzött nem volt különvéve az egészségestől, szépen keresztbe kasú fertőzték egymást. Ennek sajnos megvolt az eredménye, abban a házban élő lakosság tulajdonképpen fölháborodott a hölgyet, meg akarták már lincselni, elértéktelentek a lakások, tehát itt azért volt hozomány ennek a történetnek, hatósági fertőtlenítéstől kezdve itt tényleg minden. Tehát amit lehet látni a filmek, hogy vannak ezek a komoly gyilkossági helyszíneken takarító brigádok, akik tényleg föltépik még a padlót is a földről, ők jöttek kifertőtlenítve a lakást. Hogy kell ezt elképzelni, hogyha 107 macskát elhoztok, akkor nekik hova tudjátok elhelyezni? Hát ez rengeteg állatról van szó. Bebek utcában az önkormányzatnak a telephelye, amit biztosít részünkre, ott most tavaly zajlott egy olyan felújítás, hogy több mint 7 millió forintból, ott egy ilyen olyan terület lett kialakítva, két részre van osztva ugye az épület maga, a belső rész, ami állattartásra alkalmassá lett megcsinálva, ott 7 millió forintból megcsináltuk úgy a padlózatot, megcsináltuk a falakat, ami vízhatlan, műgyantás bevonat, a csatorna rendszere meg van normálisan csinálva, tehát bármikor bármi olyan dolog bekerül, akkor azt mi majdhogy nem tűzzel, vassal szó szerint tudjuk fertőtleníteni. A legkomolyabb fertőtlenítő cuccoknak is ellenálló bevonat került a falakra. Ugye a villanykapcsolókat, konnektorokat ott megszüntettük, kitettük a falon kívülre, hogy bent az állattartó helységekben ne legyen ilyen, tehát hogyha kell, akkor én be tudok menni oda, és kőzborúfával tudom most egészen.
Mit látsz egyébként a munkátok során, hogy mondod, hogy nagyon sokszor mentek ki helyszínre, hogy ebből áll az életetek, hogy mindig így késznek kell lenni, hogy több a kóbor állat, az elkóborolt állat, vagy inkább a felelőtlen ember? Mivel találkoztok gyakrabban? Ezt nem lehet különbözni, tehát a kóbor állat az mindig a felelőtlen embereknek a képződménye tulajdonképpen. Ugye azt kéne megérteni most már ebben az országban elsődleges, hogy ivartalanítás az az egyetlen olyan dolog, amivel meg lehet állítani a felesleges populációt. Ha fifike ivartalan, akkor fifike nem hordja hozzám haza a kölyköket, ha nem kívánatos szaporlatot, ezért nekem nem kell azon törnöm az agyam, hogy hova rakja az esetünkben 6-8-10, akár 15 kiskutyát, nem fognak szétszélezni az utcán, mert én úgy gondolom, hogy egy normális állattartó számára tök evidens dolognak kéne, hogy legyen, hogy az állata ivartalan. És akkor itt ugye nem csak kutyák vannak, akik ebbe a szitúba belesnek, hanem a cicák is, és ővelük egyébként sokkal-sokkal több a probléma. Hát addig, amíg a törvény szabályozza a kutyatartásnak néhány olyan momentumát, ami jó dolog, a macskákra semmi nem vonatkozik, és ők sokkal rejtettebb életet élnek, mint a kutyák. Nekik sokkal kevésbé van szükségük az emberi beavatkozásra, és ők sokkal jobban hozzá tudnak alkalmazkodni bármilyen olyan szituációhoz, hogy rejtett életmódot folytatnak, éjszakai vadászok, stb. Tehát ők olyan szinten tudnak szaporodni emberi beavatkozás nélkül is, hogy mire fölkapja az ember a fejét, addigra 20-25-30 akár 100-as populáció is kialakulhat bárhol. Most egyébként a kőbányai önkormányzat egy ilyen ivartalanítási akciót is kezdett, amelyre igazából meghívja a kőbányai lakosokat az ivartalanítás költségére, hogyha jól tudom, a kutyák, a macskák és a nyulak esetében. Igen. És akkor az ivartalanítás a szaporulat elkerülése érdekében viszont betegségeket is meg tudja kímélni az állatokat, hogy van az a kor, ami, vagy hogy ez a vemhesség nem alakul ki, és akkor a szervezetük reagál rá. Ezen még most is folynak állatorvos és állatorvos között itt a viták, hogy melyik a jobb megoldás. Amit én személy szerint tudok, és olyan emberektől tudom, akik a 20 éve hatósági állatorvos, meg 20 éve vezeti a budapesti állategészségügyi szolgálat telepeit, ugye dr. Kozma Tamás, a Fölinek a vezető állatorvosa, akik azon a véleményen vannak, hogy minél korábban legyen ivartalanítva egy-egy kutyus, illetve macska is, ugye ez legfőképp azért van, mert hogyha ivartalan egy állat, akkor az agyában nem fejlődnek azok a kémiai hormonok ki, ami utána befolyásolja a szervezetüket. Ezután a befolyásoltság után a szervezet elindít egy olyan szernek a termelését, ami 80%-kal növeli a daganatos megbetegedéseknek a lehetőségét. Ez nem azt jelenti, hogy ha én most nem ivartalanítom ki a bubut meg a fifit, akkor biztos, hogy daganatra fognak megdögleni, de sajnos benne van a pakliba, hogy 80%-kal nagyobb esélye lesz mind a kettőnek arra, hogy bármi probléma történhet. Aztán vannak olyan állatorvosok, akik azt mondják, hogy csak bizonyos kor után legyen ivartalanítva a kutya, mert hogy kell a jelleméhez egyfajta ivar érettség, hogy kifejlődjön egy másfél éves kor. Az a baj, hogy az emberek nem tudják kiszámolni az életüket. Senki nem tudja, és én sem teszem senki. Ugye nem vagyunk Nostradamusok, nem látjuk a jövőt. Nem fogunk tudni megmondani, 3 hónap múlva itt mi lesz. Senki nem tudja megmondani. Ha most van lehetőségem arra, hogy én ivartalanítsam a kutyámat, és utána békében élhetünk, ugye, amíg él az állatra, akkor nyilván én szeretném megragadni ezt a lehetőséget, mint felelős állattartó ember. Mert hogyha halogatjuk ezt az egész történetet, lehet, hogy 3 hónap múlva nem kell ezen beszélgetünk, mert addigra a éppenséggel jött egy tüzelési időszak, és bubuk a kiszökött fifikéhez, és közben ütött az autó. És akkor itt van egy csúnya tragédia, és sajnos ezt nem nagyon értik meg az emberek, hogy az, hogy bubuka kiszökik fifikéhez, az még úgy nem történt semmi probléma. Igen, ám csak, hogyha valamelyik őket elüti az autó, nagy Isten, abban az autó mondjuk félrerántja a kormányt, fölmegy járdára, különböző baleseteket lehet okozni, ugye meghalhat ember is. Ott azért nagyon komoly felelőssége van a kedves gazdának. Most Kőbányán egy jó ideje már bevezettük azt a szokást, mert nem nagyon sikerül helyre tenni az embereknek a fejébe ezeket a dolgokat, hogy amelyik kutyát másodszorra fogjuk meg az utcán, ott nem es egyszerűséggel úgy van visszaadva a kutyus,
hogy jön velünk a köztömbbe. Felügyelet és egy jó napot kívánok, 50 ezeres csekkel megháláljuk azt, hogy a gazdi ennyire felelősség teljesen tartáratot. Az első 10 alkalommal nagyon csúnya szavakkal voltunk illetve. Amikor én ugye megpróbáltam elmagyarázni, hogy mi történhetett volna, ha, akkor már egy kicsit kedvesebben volt a hangvétel. Egy idő után szépen belefogtak ebbe az emberek, és jobban odafigyelnek a kutyákra. Hát mondjuk az, hogy fél évvel ezelőtt még hazavittünk havonta 20 állatot, az most arra leredukálódott működőre. Uh-huh. Akkor ez is... Számok azért beszélnek. És egyébként, ahogy leszűrtem a mostani helyzet jelentésedből, hogy éppen a munkátok hogy van itt a járvány ideje alatt, hogy nálatok igazából nem opció az, hogy ti ne dolgozzatok, mivel most az állatok is rátok számítanak, és igazából most már az emberek is becsatlakoznak, hiszen a járvány és hogyha kórház karantén helyzetben el kell a segítségetek. Igen, ráadásul nekünk ugye megvannak ezek az alapvizsgáink, tűzoltóság a katasztrófa védelemmel együttműködve, most már nem is tudom, hanyadik éve, nekünk le kellett tenni az önkéntes tűzoltói vizsgát. Ez egyébként nem arra jogosít föl minket, hogy tüzet oldhatunk, hogyha bármi bubac van. Az egyik tűzoltó ezredes vagy őrnagy mondta nekem, nem is tudom, hogy éppensége mi volt akkor a rangja, hogy öcsém, ez azért kell, hogy tudjak, hogy hova kell állnod, hogy ne legyél útba. Ezen jókat mosolyogtunk mindannyian, sajnos egy-egy tűz esetnél, amikor tényleg olyan kárhelyszínre kell kimennünk, amikor érintett állat is ember is, azért ezeknek az embereknek látva a megfeszített munkáját tényleg nem árt, hogyha még nem azzal kell bajlódniuk, hogy nézd a viállatvédő, most szalad fel az égőházba. Tehát az azért nem egy nyerő dolog. Nagyon-nagyon sokszor kell nekünk úgy kimennünk egy-egy helyszínre, hogy ott van rendőrség, tűzoltók, mentőszolgálat, és éppenséggel próbálnak emberi életet menteni. Ebben az országban bárki lehet állatvédő, állatmentő, nem köti sajnos semmi iskolai végzettséghez, meg semmihez ezt az egész történetet, viszont azt nem tudják még mindig elkülöníteni, hogy akármennyire állatmentők vagyunk, meg akármennyire állatbarátok vagyunk, az emberi élettől nem lehet semmi fontosabb. Tehát én azért nem fogom podcastolni se a magam, se a munkatársaim egészségét, testépségét, hogy Cirmikét mondjuk lehozzuk egy 10 méteres korhadófáról, mert éppenséggel Cirmikének ahhoz volt hangulata, hogy oda másszon föl. Uh-huh. Ebből volt már egy-két nézeteltérésem komoly helyeken is, meg komolyabb emberekkel is, és elmagyaráztam meg, hogy ha ő föl akar menni a fára, akkor hajrá. Én a 140 kilommal valahogy nem annyira érzem ezt a mászást, és ezt tudomásul kell venni, hogy tűzoltóságnak hiába van olyan kosaras emelő autója, ami 30-40 méterig fölemel a levegőbe, és bárhonnan tulajdonképpen lehet vele menteni. Addig, amíg az autó ott parkol, hogy Cirmikét megpróbálja leszedni a három, mert nyilván minél följebb megy, közelebb megyünk Cirmikéhez, ő annál jobban fog fölfelé szaladni, addig valahol pont ezen fog múlni az embernek az élete, hogy az autó nem a garázsba állítulásra készen, hanem velünk hülyéskedik kint egy címen, hogy a macskát leszedjük a fáról, és 5 perccel később fog csak odaérni, amíg valaki meghalhat. És ezt nagyon sokan nem hajtják fölfogni egyébként. És ez nem csak Kőbánya, az ország is. Hát köszönöm, Róbert, igazából nagyon tanulságos, amit mondtál mind a járvány idején, mind a munkátokkal kapcsolatban, úgyhogy én külön megköszönöm nektek személyesen is a munkátokat, és kitartást kívánok. És köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Sziasztok.